Arról van szó valószínűleg, hogy legmeghatározóbb módon, és ez nem csak rám általában önmagából táplálkozó és teremteni akaró író számára, mindig... Egy mélyebb ösztönzés a döntő, nem amelyiket az a közeg, amelyikbe vagy beleszületett, vagy éppen adva van neki. Ez amire célzol a nyomozás és szembesítésnek, ez a játéka és szembefeszülése egymással valószínűleg egyszerűen az emberi eh, alkatomból következik, függetlenül attól a milliőtől amiben kényszerűleg beleszülettem, és tőlem eh, függetlenül. Tehát ezt magaménak eh, kell eh, gondoljam, mert a közeg, amiből beleszülettem, és megismerni eh, volt eh, Alkalmam tulajdonképpen csak egy közeg ahhoz, hogy én valahogy arról tudjak beszélni, ami engem személy szerint ebbe a mélyebb dimenzióba tulajdonképpen jellemez. Nem társadalomba, egy kivételes társadalomba beleszületett és elkötelezett valakinek gondolhatom magamat, hanem egy attól függetlenül, vagy azzal szembesülni, önmagamat szembesíteni akaró egyszerűen egy individuális lénynek. És ezt azt hiszem, ezt nyomozod a kérdéssel, kérdéseddel, hogy milyen mértékig uh, tudom magamat azonosítani ezzel a világgal, amiről beszélek. Ez az azonosítás egy, uh, egy helyzetből uh, tőlem független uh, nül, uh, demonstrálódó helyzettől független valami. Uh, az én írói mondani valómnak talán a lényege, em, egy lépcsőfokkal mélyebb keresem önmagamba az én emberi létezésem, ...nek az indokait, és a, hogy milyen közegen keresztül tudok erről hírt adni, az természetesen ki van szolgáltatva annak, hogy én effektíve fizikálisan mibe is születtem bele. Ez egy bizonyos mértékig teher, kikerülhetetlenség, ugyanakkor hallatlanul gazdag olyan szempontokat adott nekem emberileg is, de nyilván az írásaimba is, hogy ezt kifejezése jussam, jussak. Na most nekem adott volt egyáltalán ez a jogi struktúrákba, társadalmi és egyéb értelemben egy olyan városnak a, a, az anyaga, a mati, a, a anyaga ami, amin keresztül eresztve tudtam erről számot adni. Arisztokratának a, 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 a születek, teljesen véletlenül, egészen más a, a szövődésű irodalom és konfrontáció a, a világ. A, a, a gon keresztül tudok arról beszélni, amit a magaménak érzek, függetlenül attól, hogy arisztokrata vagyok, hanem azért, mert én én vagyok.